Hétfőn indul a nagy európai pénznyomda, élő híradónkban szakértői segítséggel értelmezzük a bejelentést, de jut egy kis idő az OTP devizahiteleseire és a magyar egészségügy kilátástalan helyzetére is. Március 5-e van délután 4 óra, Gáspár András vagyok, köszöntöm Önöket, mondjuk a részleteket. Az Európai Központi Bank a várakozásoknak megfelelően fél ezreléken hagyta irányadó kamatát. A döntést követő sajtótájékoztatót nagyon várta a piac, ezen Mario Draghi elnök bejelentette, hogy hétfőn indul a havi 60 milliárd eurós kötvényvásárlási program. Itt van velünk kollégám, Fellegi Tamás, a Privátbankár piaci szakértője. Tamás, hogyan értékelhetjük Draghi mai sajtótájékoztatóját, bejelentéseit? Hát tulajdonképpen ma Draghi sajtótájékoztatóján lényeges új dolgok nem hangzottak el, hanem az, amire eddig is számíthattunk, hogy az összeg maradt, tehát a havi 60 milliárd. Ebből már folytak eddig is vásárlások, mégpedig eszközfedezetű értékpapírok és kötvények vásárlása. Ehhez fog most hozzájönni a viszonylag nagyobb összegű állampapír vásárlás, azt is meg elmondták, hogy elsődlegesen mely intézményektől veszik meg, de ennek nincs olyan nagy jelentősége, mert végül is a piacon megveszik az állampapírokat, ahol végül is bárki eladhat. Nyilván az LKB egy kicsit vonzóbb áron kell, hogy vásároljon, mert hát így tud nagy mennyiséget venni, és ezért kedvet fognak kapni az állampapír tulajdonosok, hogy eladjanak. Ugye a remény az, hogy az így felszabaduló pénz egy része, például banki pénz, az hitelek formájában a gazdaságban köt ki, és így a növekedés segíti. A gyakorlatban a pénz egy része biztos, hogy egyéb befektetést keresve a tőzsdére fog kerülni. Ezt már hetek óta láthatjuk is, mert amióta ezt a programot először bejelentették, azóta az európai tőzsdék, főleg az eurozónás tőzsdék, valamint az angol tőzsde, a londoni tőzsde szakadatlanul emelkednek. Ez ma sincs másként, a DAX, ugye a legfontosabb a német index, az 1%-ot emelkedik, és már 11.500 ponton van, ugye nemrég törte át a 10.000 pontot, és azóta már is 15%-ot emelkedett, de hasonló módon emelkedik Párizs, Amsterdam, a finn tőzsde, a spanyol tőzsde, tehát általában jó a hangulat. Ez egyik legfontosabb hatása a programnak eddig, amit a piacokon láthatunk. Emellett a másik lényeges dolog az euró esése, amit ez a program teljesen logikusan kivált, miután ugye extra pénz kínálatot jelent euróban. A dollárhoz képest az euró nagyon sokat esett, az elmúlt egy évben 1.40-ről 1.10-ig lejött. Ma már nem volt lényeges mozgás, a bejelentés után 1.10 és 1.11 között ugrált a dollár-euróban kifejezett árfolyama, nem tudjuk, hogy aztán a trend most még folytatódni fog-e. Eddig minden esetre a program első bejelentése óta is sokat esett az euró. Mi látszik a forint árfolyamán, befolyásolta-e érdemben? A forintban nem volt különösebb változás, a forint meglehetősen stabil, 305-ön van, ugye tudjuk, hogy a héten volt már fölötte is, volt 302 és 303 között, ez most egy ilyen egészséges korrekció. Eddig arra gondoltunk, hogy a forint inkább profitálni fog ebből a programból, mint sem, hogy bármilyen más hatás érné, mert ugye ez az euró kínálatot bővíti, az euróban meglevő kamatokat csökkenti, amire például az is utal, hogy az Európai Központi Bank akár negatív hozamú állampapírt is vehet, ennek a legalacsonyabb mértéke mínusz 0,2%, amit meghatároztak. Tehát miután a forint még pozitív kamatot, sőt reál kamatot kínál, ezért a forint számára ez kedvező, és várható középtávon még a forint erősödése. Mi újság a budapesti tőzsde papírjaival, tudja a BUX követni a DAX-ot? Hát az utóbbi időben a BUX is szépen teljesít, de azért a DAX-ot nem tudja követni, nem tudja azt a mértékű erősödést produkálni, amit végül is a DAX maga mögött tudhat. De hát ez teljesen logikus is, tekintettel arra ugye, hogy az eurozónára vonatkozik elsősorban ez a lépés, és ezért az eurozónás tőzsdék emelkednek. De azért némiképpen Budapesten is van emelkedés. E pillanatban a MOL teljesít jól, 1,1%-os pluszban van, az OTP minimális mínuszban tartózkodik, és a Telekom is egy nagyon kis mínusz mutat, tehát ma nincsen különösebb izgalom
a budapesti tőzsdén. Tamás, köszönjük, hogy segítettél rávilágítani a lényegre. Nem fog csúszni az OTP a devizahiteles elszámolással, annak ellenére, hogy a törvény értelmében erre lenne lehetősége, ezt közölte a bank a privátbankárral. Csak szerdán érkezett meg az OTP bankhoz a kúria döntése, amely szerint tisztességtelenek voltak az egyoldalú kamatemelések. A törvény értelmében az elszámolás határnapja így május 3-a lenne, de az OTP mégis április végéig kiküldi a leveleket. Azt is közölték a privátbankárral, hogy számításaik szerint közel 20%-os átlagos törlesztő részlet és tőketartozás csökkenés várható az OTP ügyfeleinél, akik nincsenek kevesen. Azt tudtuk, hogy nagy a baj az egészségügyben, most a Magyar Rezidens Szövetség és a Synapsis közvélemény kutatócég közös felmérése segít megérteni, hogy mennyire nagy a baj. A vizsgálat szerint nincs megfelelő számú személyzet a biztonságos betegellátásra. Az orvosok szerint a létszámhiány miatt az is előfordul, hogy veszélyben vannak a betegek. Az ellátás csak azért működik, mert az orvosok és a szakdolgozók az előírtnál 2-3-szor többet dolgoznak. A rezidensek szerint hiába ismerte fel a politika a problémát, az egészségügyi stratégia nem kínál megoldásokat. Magyarországon 300 000 embernek nincs megfelelő alapellátása, és 2025-re 4,5 millió ember marad ellátás nélkül, hogyha a trend folytatódik, azaz nem érkezik kellő létszámú utánpótlás a szakmába, illetve továbbra is tömegesen vándorolnak el az orvosok. Ma este egy különleges díjátadó gála keretében adja át a privátbankár.hu a befektetési alapkezelő szakma legrangosabb hazai díjait. Egyebek mellett kiderül, hogy ki az év portfólió menedzsere, melyik cég az év alapkezelője. Az eredményekről természetesen beszámolunk Önöknek a privátbankár.hu oldalain és élő híradónkban is, amelyből a következő holnap délelőtt 10 órakor esedékes. Tartsanak velünk akkor is, viszontlátásra! Szeretné megismerni a pénzvilág működésének alapjait? Első kézből akar értesülni a legfontosabb változásokról? Tudni szeretné, mi történik a gazdasági és pénzügyi események hátterében? Utána jártunk. A privátbankár.hu oldalai megjelenő cikkek közül egy csokorba gyűjtöttük azokat az exkluzív anyagokat, amelyek elsőként vagy kizárólag nálunk olvashatók. Mi ugyanis utána jártunk. Háttérinformációk a gazdasági és pénzügyi hírekről, tőzsdei és devizapiaci elemzések, összeállítások, ismeretterjesztő cikksorozatok üzleti alapismeretekről, állampapírokról, befektetési alapokról és az élelmiszerárak alakulásáról. Tudják, privátbankár, pénzügyek, okosan.